Az ünnepek alatt megnő a tűzesetek száma. A Munkásművelődési Központ 2017-ben számos eseménynek adott otthont. A Turinform iroda utazási lehetőségeket is kínál a kikapcsolódni vágyóknak. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Az ünnepek alatt rengeteg gyertya és égősor is megtalálható a háztartásokban, de fontos, hogy rendeltetésszerűen és figyelemmel kell használni azokat. Ebben az időszakban megnő a tűzoltók munkája az emberi figyelmetlenség miatt is. A lakásdíszítő gyertyák, koszorúk és égősorok a szépségük mellett rendkívül veszélyesek is lehetnek. Egy óvatlan pillanat, és már meg is történt a baj, ami a legrosszabb esetben lakástűzzel végződhet. Somogyi Gábor tűzoltóőrnagy megosztott pár tanácsot a katasztrófák elkerülése érdekében. Hogyha adventi koszorunk van, akkor azt általában törekedjünk arra, hogy olyan helyre helyezzük, ami nem éghető. A gyertyák meg négyesek mindig ne éghető tartón kerüljenek elhelyezésre, és így rögzítsük őket a koszorúra. Ha otthon vagyunk, akkor gyújtsuk meg, ha eltávozunk otthonról, akkor mindenképpen oltsuk el a gyertyákat, illetve figyeljünk arra, hogy gyerekek ne tudják meggyújtani. Továbbá figyeljünk arra, hogy a koszorú gyertyáit ne tegyük függöny vagy más éghető anyagok közelébe, húzatos helyre. Ezekkel a fontos tanácsokkal tudunk szolgálni, akkor az égősorokkal. Égősor, mindenképpen törekedjünk arra, hogy valamilyen megfelelő minőségű gyártótól szerezzük be, rendelkezzen minőségi tanúsítvánnyal és megfelelő műszaki állapota legyen. Somogyi Gábor kitért arra is, hogy az ünnepi ételek készítése közben is történhetnek tűzesetek. Ezzel kapcsolatban is adott tanácsot. Voltak olyan esetek is, ahol például ez a sütésfőzéssel kapcsolatos, ahol a háziasszonyok mondjuk gáztűzhelyen felejtették az ételt, és akkor ebből a későbbiek során tűz alakult ki, vagy a forró olajat a serpenyőben hagyták. Itt egy fontos és nagyon jó tanács, hogyha meggyullad, akkor semmiképpen ne vízzel locsoljuk le, mert ez súlyos égési sérüléseket okozhat, illetve pillanatok alatt tovább terjedhet a tűz, hanem fedjük le egy fedővel, így az oxigén utánpótlást megszüntetjük, és így ki fog aludni. A tűzoltó őrnagy kéri a lakosságot, hogy fogadják meg ezeket a tanácsokat, hogy ne alakuljon ki baleset vagy egyéb komoly probléma. Jubileum, kiállítások, hagyományőrző programok, jótékonysági rendezvények, gyermekelőadások, családi napok, koncertek, könyvbemutatók. Igencsak színes volt a 2017-es év a Munkásművelődési Központ életében. Több ezer látogató, 16 kiállítás, 2 nagy színházi előadás, csak néhány szám az elmúlt évből. Kovács Rózsa, az intézmény vezetője évet értékelt. Olyan metszólót árulnak, ami magától metsz. Ezek a felvételek a Munkásművelődési Központ udvarán készültek a Moravec Levente Örömlányok végnapjai című zenés vígjátékon. A kulturális intézmény 2 nagy színházi előadásából ez volt az egyik, amelyen a látogatás csúcsokat döntött 2017-ben. De az MMK nem csak a színház látogatóknak kedvezett. Állandó rendezvényeik, mint például a kiállítások, amelyből 16 volt a mini galériában, a koncertek vagy a könyvbemutatók nézőszáma is remekelt. Ez egy nagyon nagy dolog ma egy városban, hogy az emberek eljönnek egy olyan kulturális rendezvényre, hogy csak egy könyvet ismertetnek. Mert úgy gondolom, ez a fő profilunk. Tovább mentünk a zenei koncertjeinkkel. Volt nálunk a Nadene együttes, akkor nekem most puskázni kell az Elvis, Memphis Pratról, a Névtelen utca, Bagdi Bella. Ezeknek is péntek esténként az Open Mic klubunk mellett nagyon nagy sikere van. Ugye most már a Tatamin csoportunk is létszámot növelt, vagy hogy mondjam, tehát növekedett az együttes létszáma is, és ezzel bevonzotta a nyugdíjas korosztályú rock kedvelőket. Nagyon sikeresek, nagyon ügyesen dolgoznak, idén sikerült őket is hangfalakkal és mikrofonokkal és egyéb eszközökkel támogatnunk. Ami még nagyon sikeres az intézményben, ugye a kiállításunk. 3 éve, mikor 2015-ben, pontosabban 2 éve, csak ez már a 3. évad, amikor megnyitottuk az MMK galériát, nagyon kétkedve néztek ránk. Pici a hely, tehát nem a régi nagy kiállító terünk van, viszont azóta
nincs olyan nap, amikor nincs tele. 16 kiállítást nyitottunk meg idén, volt, amikor még egy hónapot se tudtunk szegény kiállítónak adni, mert annyira tele van, nagyon nagy a látogatottsága, nagyon sikeres csoportok jönnek be megnézni, iskolások a festményeket, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy újra van az MMK-nak egy galériája, és kiállításokat is nézhetünk. A Munkás Művelődési Központ 2017-es évét illetően a repertoárból a családi rendezvények sem maradhattak ki. Képeztek például huszárokat, választottak Ludas Matyit, és nevelgettek boszorkányokat is. De a felnőttek, akikről igazán szólt a 2017-es év az MMK-ban sem unatkoztak, hiszen több új programmal is előrukkolt az intézmény. Volt például Süs Nagy is, de operettest is. Kovács Rózsa azonban azt mondta, 2018 már a gyermekekéve lesz, hiszen tervei között szerepel Fejér megye egyetlen népmesepontjának létrehozása is. Jövőre már újraindítanánk a mesebetélkedőinket nekik, ami most már 3 éve pihent, mert egy korosztály végig futott már, ugye, akik minden évben mindig itt voltak, és még az észjárásomat is tudták, jövőre már új csapatok jönnek, azokkal szeretnénk, és hát a régi nagy álmunk, ugye, hogy a kinti színpadot úgy megcsinálni, hogy ne a betonon kelljen fellépni, meg szerepelni, azokat fogjuk csinálni. Idén 18-ban a Vasasnak most családi sportnap lesz, most megmérkőztetem a szülőket egymással különféle sportversenyekben. Beneveztünk a kultúrháza kész éjjel-nappalra újra, a közösségek hetére. Tehát ami új jön, és általában évközben szoktak ugye ezek adódni, tehát most hiába fogom azt mondani, ezt meg azt tervezem. A legnagyobb álmunk a népmesepont, ami a jövő évi munkánknak a részét, a javát fogja adni, ott ki kell alakítani a területet, tehát magát a helyszínt majd, és ott állandó napi programok lesznek egész Fejér megyében, Közép-Magyarországon egyetlen egy ilyen népmesepont jön létre. Kovács Rózsa megemlítette továbbá az idén 65. születésnapját ünneplő Vasas Táncegyüttest, akikkel még számos terve van a jövőt illetően, hiszen, ahogyan mondta, a Dunaújvárosért díj kötelez. Az ünnepi időszakban sokan vágynak az otthoni pihenésre, ám rengetegen élnek a síszezon lehetőségeivel, valamint teret kapnak a wellness hétvégék is. Kis András azt mondta, hogy a Turinform irodába betévedőknek a Dunapartot, a Szalki-szigetet, a kempingben megtalálható szaunaparkot és a rendkívül jó dunaújvárosi éttermeket szokták ajánlani. Azt is hozzátette, hogy egyre inkább úgy látják, hogy kevesebb a külföldre látogatók száma, inkább a belföldi helyekre utaznak, aki kapcsolódni vágyók. A belföldi síelésre is egyre több lehetősége van a nagy érdeműnek. Eplény az nagyon fölkapott lett az elmúlt években, természetesen a Kékestető és még Bánkutat emelném ki, ami így a belföldi síelők is szerelmeseinek megfelelő úti cél lehet, illetve télen nagyon dívik a wellness, amire a melegvizes fürdőink akár Budapesten, akár Földváron, akár Agárdon nagyon jó kikapcsolódást nyújtanak. Bármely kikapcsolódási módot is választjuk, az ünnepek célja a pihenés és a szórakozás, természetesen a szeretteink, barátaink körében. A Dunaújvárosi Jégcsarnok az ünnepek között is megnyitja kapuit a korcsolyázni vágyóknak. December 27-től december 29-ig minden nap 12 és 15 óra között, illetve december 30-án 14 órától 17 óráig várják az érdeklődőket a jégcsarnokba. A belépés ingyenes. A következő időpontokért látogassanak el a www.facebook.com/dunaujvaros.sportközpont oldalra, vagy érdeklődjenek a 0625 510 661-es telefonszámon. Következnek kiemelt híreink még egyszer röviden. Az ünnepek alatt megnő a tűzesetek száma. A Munkásművelődési Központ 2017-ben számos eseménynek adott otthont. A Turinform iroda utazási lehetőségeket is kínál a kikapcsolódni vágyóknak.
Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert következik az időjárás jelentéssel Főce Ramona, majd Hír Plusz című műsorunkban Galambos Dénes, térségünk országgyűlési képviselője értékeli a 2017-es évet. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdán sokfelé szeles lesz az idő, a déli szél nyugaton, északnyugaton viharossá is fokozódhat. Változóan északon, északkeleten kezdetben erősen felhős lesz az ég, ott kisebb eső is lehet. Hajnalban -2 plusz 5, délután északon 5-7, máshol 8-13 fok várható. Csütörtökön egy hullámzó hidegfronthoz sokfelé esőt, záport, amely napközben a Dunántúlon havas esőbe, havazásba válthat át. Az élénk erős délkeleti szél a Dunántúlon északira, északnyugatira fordul. Itt már jelentősebben visszaeshet a hőmérséklet, keleten még enyhe marad az idő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!